5 héten át csütörtök esténként templomi koncertekre csábítják a zene kedvelőit Székesfehérváron. Mint a Vörösmarty Színház igazgató helyettese Quintus Konrád mondja, igyekeztek az igényességre törekedni a programok összeállításakor, ugyanakkor olyan előadókat szerettek volna meghívni, akik a korábbi évek során már bizonyították, hogy szereti őket a fehérvári közönség. Idén néhány koncert új helyszínen zajlik majd. Két újabb helyszínünk van, kerestünk olyan templomot, ami kicsiben nagyobb, mint ami idáig volt, mert hogy nagy az érdeklődés, így találtuk meg a Barátság templomot, illetve a Ciszter templomot. Július 14-én Miklós Erika ad koncertet a Szent István Bazilikában. A világhírű szoprána kezdetektől fellép a Harmonia Albensis koncertjein. Az opera énekest telefonon érte utol híradónk. Malorkán lép fel ugyanis a Don Pascaléban. Székesfehérvári koncertjére is ott készül. Mint mondja, idén is különleges darabokkal várja a fehérvári közönséget. Amit nagyon szeretek, és számomra egy új, a Rachmaninovnak a Vokális című darabja, de lesz például, ami nekem a kedvencem, Astor Piazzolától is például egy Ave Maria, ami elég ritkaság, tehát nem igazán sűrűn hangzik fel, de egy modernebb változat az Ave Mariának, úgyhogy lesz sok szép dolog, nem akarok mindent elárulni. A programsorozat hangversenyeire a bérletek ugyan már elfogytak, de a jegyek még korlátozott számban kaphatók a Vörösmarty Színházi jegyirodájában. Itt a Szent István Bazilika előtti téren a Gimes együttes koncertjével indulnak majd a Harmonia Albensis programjai csütörtök este. A koncertet a nagy érdeklődés miatt tették szabadtérivé, emiatt egyébként a teret szerda éjfétől le is zárják majd. A Harmonia Albensis többi hangversenyének a belvárosi templomok adnak majd otthont. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.